megénekeljük az Úr Jézusnak a legnagyobb tettét, hogy értünk szenvedett és vállalta a kínhalált, a kereszthalált. Bár nagy csütörtökön ő is vérrel merítékezik, halálfélelme van, de mégis az Atya akaratát teljesíti. Történjék minden úgy, ahogyan az Atya akarja, ahogyan Szent Pál apostol írja, az Úr Jézus a szenvedésében mutatja meg az engedelmességét és a szeretetét a mennyei Atya iránt. A passióból egy pár dolgot, illetve a mai liturgiából szeretnék kiemelni. Az egyik az, hogy ugyan nem hallottuk most a passióban, de hogy az utolsó vacsorát az apostolok készítették elő. Nem Szűz Mária és nem Mária Magdolna, hanem az apostolok. Bármennyire is szerette az Úr Jézus ezt a két asszonyt, az utolsó vacsorán nem voltak jelen. Az apostolok készítették ezt elő. Aztán, ami szintén fontos, hogy Júdás elárulja az Úr Jézust. 30 ezüstért, ami egy rabszolgának az ára volt. Hogy Júdásnak mi lehetett a szívében, azt nem tudjuk. Minden esetre az apostolok gonosznak nevezik őt, és árulónak. Ugyanakkor, amikor Júdás oda megy Jézushoz, akkor megcsókolja. És az Úr Jézus még ebben az árulás pillanatában is Júdást barátomnak szólítja. Barátom, csókkal árulod el az ember fiát. Az Úr Jézusnak ez a mondata mindannyiunk számára vigaszt és erőt jelent, hogy minden bűnünk és minden árulásunk ellenére az Isten nem mond le rólunk. Ahogy a Júdást az utolsó pillanatban barátomnak szólítja, hasonló módon bennünket is barátjának szólít. És ezen az éjszakán Péter apostol háromszor megtagadja, azonban az Úr Jézus neki is megbocsát. Péter apostol az utolsó vacsorán fogadkozik, ha a többiek el is árulnak, én akkor sem. Az Úr Jézus mondja Péternek, bizony mondom neked, mielőtt a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem. A kis harmadikos sok hittan könyvében pontosan ezt dolgozzuk föl, amikor Péternek a tekintete találkozik az Úr Jézus tekintetével, akit kivisznek a főpapnak a házából, és Péter már megtagadta az Úr Jézust háromszor. És a kérdés a gyerekek számára így hangzik, hogy mi lehetett Jézusnak a tekintetében? Mit üzenhetett Péternek? Nagyon okosak a gyerekek, és sok mindent mondanak, de a lényeg az, hogy tudtam, hogy megtagadsz, de akkor sem mondok le rólad, akkor is megbocsátok neked.